Az elmúlt két évben komoly kihívásokkal kellett szembenéznie Magyarországnak, új világgazdasági korszakba léptünk. A kihívás egyben lehetőség is az ország számára, hogy új beruházásokkal versenyelőnyre tegyen szert. Hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Videoton Holding ZRT-nél Székesfehérváron tett látogatásán, ahol külpiaci támogatási oklevelet adott át a vállalat számára. A tavalyi esztendő a magyar gazdaság szempontjából az egyik legjobb év volt, hiszen három olyan rekord is megdőlt, amelyeknek a megdöntése egyenként sem könnyű, békeidőben sem. És a legtöbb beruházás, a legtöbb munkában álló ember és a legtöbb export rekordja most már 2021-hez fűződik, 1886 milliárd forintnyi beruházás kormányzati támogatással, 4,7 millió munkában lévő ember és 110 milliárd euró fölötti export, soha korábban ilyen még nem volt. Szijjártó Péter hozzátette, a magyar gazdaság növekedési pályáját meg kell tartani, ezért a kormány 50 magyar tulajdonban lévő vállalatot támogatott 70 milliárd forinttal. 15 Romániában, 10 Szerbiában, 2 magyar beruházás Bulgáriában valósult meg, amelyből az egyik a Videoton Holding ZRT 860 millió forintos beruházása, amelyre 430 millió forintos támogatást nyújtott a kormány a kapacitás növelés érdekében. Ott már van egy működő üzem, de nem olyan körülmények között, mint amiket itt majd látni fogunk. De ebből a támogatásból fogjuk azt megvalósítani, hogy ott is körülbelül ez a színvonal, ezek a körülmények valósuljanak meg. Ha ezt a kapacitást, ami itt van, 100-nak tekintjük, akkor ami jelenleg Bulgáriában van, az körülbelül 25 elektronikai gyártókapacitás tekintetében. És amit most megvalósítani tervezünk, az ennek a duplája, tehát körülbelül ott kint annak a fele lesz meg, mint ami itt van. Varga Tamás országgyűlési képviselő a 30 éve Székesfehérvár életében jelenlévő vállalat jelentőségéről beszélt az oklevélátadó ünnepségen. Nagyon fontos számunkra, és nagyon fontos, hogy a külgazdaságban, a gazdaságban jelentkező kihívásokra a támogatások segítségével, amit a minisztérium biztosít, a vállalat tud reagálni és tud ezzel élni. Köszönöm szépen miniszter úrnak és munkatársainak, hogy ezeket a lehetőségeket megteremtették, és köszönöm szépen vezérigazgató úraknak és a Videoton dolgozóinak, hogy ezekkel a lehetőségekkel éltek, és előbbre viszik a Videoton és Székesfehérvár gazdaságát és ügyét. A Videoton elektronikai és autóelektronikai termékeket gyárt az Európai Unióban található vevői számára. Bulgáriában 1200-an dolgoznak a vállalat munkatársaként. Ezt a létszámot szeretnék növelni az új beruházással.